Nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőiket otthonaikban, családjuk körében. Az új év valójában az én lelkemben, a szívemben olyan, mint egy mérleg. A múlt egyik oldal és a jövő a másik oldala. És akarva akaratlanul ilyenkor erre a mérlegre ránézünk. Mi van a múlt mérlegén, mi van a múlt serpenyőjében? Ott van, és ott kell lenni a bocsánatkérésnek. Ami nem sikerült, amit elrontottam, amit meg kellett volna tennem, de nem tettem meg. Egymástól, Istentől, magunktól. Bocsánatot kérni, és bocsánatot adni. Ami esetleg ott maradt sebbként, hogy velem, az én szeretetemben történt valami sérülés, én nem kaptam meg. És mindezektől megszabadulva, mindezeket begyógyítva tudunk átlépni a jövőre, hogy a mérleg nyelvei valahol mégiscsak billegnek állandóan, de azért minél közelebb legyenek benne a jövő, amely mindig egy kicsit többet, szebbet, jobbat kér tőlünk. Mi van a jövőben? Az egyik nagyon fontos rész, hogy remény. Hogy reménykedünk, hogy többet tudunk ajándékozni, jobban jelen leszünk az életünkben, de ehhez rendkívül fontos a döntés. Hogy ami ott a szívemben megfogalmazódik, megérlelődik egy elhatározás, amögött legyen egy döntés. Így fogom végezni, így fogom megélni. És akkor elindulunk a jövő felé, mint egy folyón az időnek a hajóján. Az idő a legkülönlegesebb a sorsunkban. Mindig csak a jelen pillanat létezik. A múlt elment, mint a folyópart, túlmentünk rajta, és a jövő még nem érkezett meg. És az életünk nagy értékeit, gazdagságát nem az álmaink, nem a jövő gondolatai, amik nagyon fontosak, de mindig a jelen valósága adja meg. És ebben a jelenben fontos figyelnünk arra, hogy ott legyünk, ahol vagyunk. Azzal találkozzunk, aki éppen most ránk néz, ránk vár. Legyünk önmagunk, ajándékozzuk önmagunk valóságát és szeretetét, és mindig a jelenben akarjuk a legtöbbet, a legszebbet megoldani, fölépíteni, megvalósítani. Ne várjunk a jövőre, hogy majd jobb lesz, majd boldogabbak leszünk, majd okosabb leszek. Itt és most van az életünk. Itt és most kell helytállnunk életünk valóságában. És akkor az új esztendő, ez az új folyó, amelybe belelépünk, sok-sok örömet, gazdagságot hoz. És ebben a jelenben építjük ki Istennel, fele barátainkkal, magunkkal való kapcsolatainkat. Felelősek vagyunk ezért az időért, hogy mire fordítottuk, hogy mivel töltöttük, hogy mit hoztunk ki belőle, mint egy gyönyörű kert, amelyet ha művelünk, ha ültetjük, ha kapáljuk, akkor virágjaink, gyümölcseink lesznek. Az idő egy ilyen lehetőség, az életünk lehetősége, a szeretetünknek a lehetősége. És ha ezt így jól megvalósítjuk, akkor hiszem, hogy Isten áldása is mellénk áll, áldása is rajta lesz ezen a tevékenységen, ezen a munkán. Így kívánok mindenkinek. Ebben az új esztendőben sok-sok bölcsességet, erőt, hogy életének reményeit a saját döntésével, a saját szeretetével meg tudja valósítani, és az életét, szeretteinek, családjainak, közösségeinek életét minél szebbé, teljesebbé, boldogabbá tudja tenni Isten áldásával, Isten jóságával. És akkor majd egy következő év végén megint a hálaadás és a köszönet vár ránk. De addig bátor, nyitott, jó szívvel hajózzunk tovább az idő folyóján, amely most is lesz, amikor nagyon csöndes,
nagyon nyugodt, lesz, amikor vadvizes lesz, de mi ott leszünk, és irányítjuk ezt a hajót, hogy jó irányba a szeretet, az élet, a közösségeink jó irányába haladjon. Isten áldása, öröme és szeretete kísérje mindnyájuk életét.